Sziasztok srácok, a mai videóban elhoztam nektek azokat az újdonságokat, amikre érdemes lesz figyelni a FIFA 21 karrier módjában. Nagyon hosszú a lista, de megpróbáltam nektek leegyszerűsíteni, de mégis kibővíteni azt a videót, amit az EA kiadott a játék ezen részéről. Úgy tűnik, egyelőre a készítők figyelték a kéréseinket, így most már élőben nézhetjük a meccs szimulálást is, ami azt jelenti, hogy cseréket hajtatunk végre, vagy esetleg, ha nem vagyunk megelégedve a csapatunk teljesítményével, akkor tudunk változtatni is rajta. Bármikor megállíthatjuk a szimulálást, és onnan folytathatjuk a meccset, ahol éppen rányomtunk a gombra. Nem feltétlenül kell tovább játszanunk, ha éppen egy kulcshelyzetet akarunk megoldani, vagy 11-eshez jutunk, ezeket befejezve akár tovább is szimulálhatjuk a meccseinket. Sok részen van egyébként még fejlesztés, viszont a játékosok most is tapasztalat útján fejlődnek, tehát ha egy játékos sok meccsen játszik, vagy sokat edzik, jobban fog fejlődni a társainál. Viszont van még egy nagyon érdekes fejlesztés, minden játékos pozícióját módosíthatjuk, tehát ha látunk potenciált, akár a jobb hátvédünket jobb szélsővé, esetleg középhátvédeinket védekező középpályássá módosíthatjuk. Az edzéseken is változtatott az IE, idén ez a rész is nagyban befolyásolja majd a karrierünket. A túl sok edzés jobbá teheti a játékosainkat, viszont sokkal inkább fáradtabbak lehetnek a meccsekre. Ha adunk nekik szabadnapot, akkor már nem lesznek annyira készek a meccsre, viszont jobb lesz a moráljuk, ami szintén idén nagyban befolyásolhatja majd a teljesítményünket. Az edzés gyakorlatokhoz különböző csoportokat állíthatunk be. Továbbra is különböző ligák teljes felszerelésében láthatóak. Gondolok itt a közvetítésekben látott grafikákra. Ilyen ez például a Premier League, a francia első osztály a Bundesliga, a La Liga és többek között a BL és az Európa Liga is. Nem csak a kinézet, hanem a szurkolók is ránc felvaráson estek át. Szurkolói hangokkal a többi csapat mellé csatlakozott a Chelsea, a Dortmund, a Milán és az Atletico Madrid is. De hogy ne csak a külcsínyről beszéljek, az átigazolási rendszert is nagyban átalakították. Most már arra is lesz esélyünk, hogy először kölcsönben, aztán igazolt játékosként szerezzünk meg valakit. Ezen túl akár a gépi ellenfelünk is küldhet játékos csere ajánlatot, és ami még fontos, hogy a tabellán elfoglalt pozíciónk is sokban be fogja folyásolni az átigazolásainkat, illetve a szerződés hosszabbításainkat. Nagyjából ezek azok a dolgok, amik változtak, nyilván ezek azok a dolgok, amik teljesen megváltoztak. Ebből még nem biztos, hogy nagyon jó lesz, viszont nagyon jó hangzik idén, hogy nem hanyagolták el ezt a játékmódot. Ha tetszett ez a videó, akkor mindenképpen dobjatok egy lájkot és iratkozzatok is fel. Legközelebb találkozunk, én Lehel voltam, és sziasztok!